Nagyon jó! Köszönöm, öregem!
most. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belopozott, és a csodaasztalt kicserélte egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint Nyakiglábé. Másnap reggel Nyakigláb újra elindult. Na gyere, asztalkám! Megyünk haza! Isten áldja! És az óvoda között, hogy létrejöjjön ez a nap, ahol tudomásom szerint
Biciklivel mész. Figyelj, és akkor is, ha előtt mondjuk a busz, akkor kijön a rendőrbácsi vagy a rendőrnéni, és akkor ők már ott tudják, hogy mit kell csinálni. Megfogják egyik kezükkel a másik kezükről lévő hüvelykújjukat, összezárják a lábukat, behajlítják a térdüket, és cikcakba is ugrálhatnak, meg előre is. Gyerünk, kengurut, ugrálni! Előre is ugrálhatsz, meg cikcakba is. Haladjunk körbe, kis kengurut! Haladjunk körbe egymás után! Gyerünk, gyerünk, ugrálni! Aki elfáradt, az lépkedhet is egy picit. És újra ugrál a kenguru. Lábúj legyen, újra ugrál összezárt lábbal. Nagyon jó lesz. Tartóly dolga és visszafele menetelünk. Most pedig nagyon szép madarakkal fogunk találkozni, akik nagyon ügyesen tudnak egyensúlyozni egy lábot. Ők a flamingó. Hosszú lábú kecses állatok. Hajlítsd be a karod, az lesz a szárnyad.
és magasra húzod a térded, egyenes a hátad, kecsesen lépkednek a flamingók. Nagyon jó lesz. Aztán látunk még egy pávát is, aki egy helyben toporog és mutogatja a tollait. Mutogatja a páva a tollait. Aztán még egy hosszú nyakú zsiráfot is látunk, aki lépked egyenes, megdöntött háttal, lépked a hosszú nyakú zsirács. És itt a vége az állatkerti sétának, majd máskor is eljövünk, meglátogatjuk az állatkerti állatokat. Integessetek nekik, sziasztok állatok! Ügyesek voltatok, nagyon szépen tornáztatok, megdicsérlek benneteket. És ezzel a kis vitamintornának vége van. A szabadszállási amatőr irodalmi színpad nevében tudjuk, halljuk, hogy egész hét a játékról, az örömről szólt. Mi is megpróbálunk ehhez a héthez hozzárendelni egy kicsit, és ha szétnéztek itt a nézőtéren, akkor izgalmas figurákat láttok, akik Lázár Ervin a Négyszögletű kerekerdő című meséjét hozzák nektek színpadra. A műsorhoz nagyon jó szórakozást kívánok mindannyiatoknak. Remélem, hogy annyira fogtok örülni, mint amekkora szeretettel és örömmel készítettük nektek. Jó szórakozást mindenkinek! Vége lesz én csodaságom. Megcsoda őrül!
Rajzolni bizony. A másik ebből a nyomdákból választhat is rányomat erősen. Vegyél egyet és jó erősen a középen. Két kézzel kéne dolgozni, jó? Jó erősen úgy. Ami nem feljöztem, nagyon jó. Jöhet egy, gyere, Ádi. Itt van még egy tálca. Szintik eleket nézzük. Olyan sokat jár. Jó. És csak itt a másik, ez nekünk közelebb van. Nem? Választam hozzá, ha jó. Köszönjetek, hogy csókolom. A zászló az egy a kicsi. Hát akkor nem tudjuk melyik. Van egy kosárunk, képzeld a gondolatot. Ezt majd meg mindent csinálunk. Csak megfogod a ragasztót, és a fejlődelát ragasztózod, és ide fölragasztózod. Én voltam tegnap a hírozáson nálatok. Jobb lesz ezt a vállam. Kérhetünk egy tulipánt. Igen, kaphatok azt is. És a baj. Csengő állítólag a jele? Csengő a jele. Jaj, de szép, ezt nézd, itt színe nem. Jaj, nézd csak a szárat, hogy piceni mondd, és belerakod a kosarodba, jó? Elkészült a csengős, tessék. Ezt nézd, ezt nézd.